Nézem, hogy te közeledsz a hajónak ott van. Igen. Már megyek. Mindjárt odaérek. 60 méter. Csoda, hogy nem vitte el még senki, bazd meg. Látszik, hogy PTU. Mindenki lehívhatja akarja. Itt voltunk amúgy mi is végig ezen a szervere. Azt láttam. Azt hittem vovozni mentetek, vagy mit mondtak. Vovozni? Mi a faszért menni vovozni? Tudom én. Ha játszunk is, akkor max Anthemet szoktuk nyomni. De hát már végig itt baszkoltuk, ezért furcsa, hogy azt mondjam, vovozni menjünk. Nem tudom, aztán láttam, hogy itt vagytok. Beköszönt valami másik magyar gyerek, aki svájci. Ja, láttam, azt olvastam. Akkor is írtad. Nem mondom, fasza. Most még a pilóta fülkébe, Peti. Órák kérdése. Most tudom, amikor vezettem Starfire Trojan-t, azt. Kis malac. Ez nem az? Akár az is lehet. De tudod, de szaptatós. Igen. Mit szállítotok? Magunkat egyelőre. Tejet. Szaptatós malacsal. Nem a... Tehenek is fenn vannak, vagy? Azt próbáljuk meg, hogy... próbáltunk dokkolni. Lehetett is dokkolni egyébként. Bemondja. Kívül is, sőt, igen, a kater tetejére is tudtam dokkolni, és ott is bemondta, hogy a dokkol, de sőt, együtt is mozgott a hajó a katerrel, aztán kvantumugrásnál leesett volna. Igen, de elkezdte forgatni a nagy erővel a hajót, abba esett le. Hogyha lehet, hogy előre ráálltam volna, akkor lehet, hogy jó lett volna. Dokkoltatok, mi rendesen dokkoltatok? Bemondta a hajó, hogy landing complete, meg minden. Mi a két dokkoló nyílást egymásra raktátok, vagy mi? Vagy leszálltál? Tetejére! Egyik a tetejére, meg a belsejére is, amit lenyitom a oda a sajtókat. Na Peti, nyomjak egy open exterior-t ennek akkor? Aha. Jó. Hallod? Csumára kinyílt az ajtó! Itt működik, csak fel kellett szállni. Razort hozok, mert az lapos. Mert ennek ugye széles, de lapos az ajtaja. Oké. Okay. Mi most a mitek a katert? Nem, most a Starfarer. Ideig baszkoltunk a katerra, most váltottunk Starfarerre. Mondom, belegyűmeszöltünk egy arrót, egy Merlint. Azt úgy elugrottam. Olyan crash kaptak a többiek, hogy csak nem. Úgyhogy a játék nem volt felkészítve ekkora erőszakra, úgyhogy kérdésen tettek mind a két hajót. Jajajaj, én mentem tovább a katerra. Na, jövök mindjárt, Feti. Benne voltak a hajók, tehát a hajók benne voltak, bele tudtuk tenni úgy, közeld el. Sőt, meg is ettem a Merlint, ott robbant fel, megette. A Merlinnek ugye hosszú az orra. És Maxi oda ment a raktérnek a két raktér közötti elválasztó ajtóhoz, ugye akkor kinyílt az elválasztó ajtó, és pont befér az ajtón a Merlinnek az orra, és itt totál be tudtam tuszkolni a hajót. Tehát bent volt a hajó rendesen a katerba. Csak aztán ugye kikreseltette engem, ahogy a Merlint kikreseltette a játékban, azt mondja, ilyen erőszakot nem lehet rajta venni. Merre jártuk egyébként? PO-n vagyunk. Most a Razort próbálom majd bele. Rakni cipőkannállal a Starfarerbe. Vegyetek fel újra, másoltam a kunt.
bármilyen nagynak néz ki ez az ajtó, nem elég nagy. A szerver szaragszik egyébként. A razor nem fér be a szárnya miatt. Be fogom gombolni, hallod? Begombol, befordítom a hajót. Beszartok, bazd meg. Nem. Nem engedi magát begombolódni. Nem értem, hogy miért. Nem van! Állj! Na, sikerült? Hallod, Maxi, lemaradtál, begomboltam a hajót. Felvettem az egészet. Itt hátulról nézem. Landing success, sikeres, kész. Oké, zárható? Pillanat, hajtunk rá. Sőt, egész hajó kikapcsolva. Igen, és szállj is ki belőle, jó? Ki engedsz szállni? Mert amúgy tényleg verti azt, most néztük először. Ha beszállunk a katerba például a Merlinnel, nem lehet kiszállni a pilotafülkéből a Merlinből. Pedig lenne hely. Látszik, hogy beleférne. Csak gondolom ezt korlátozták, hogy hajón belül nem lehet kiszállni. Uh-huh. Szerintem majd külön lesz erre modul. Lehet. Meg vagy, Peti? Aha. Igen. Ugye Merlineket el fog tudni vinni. Elvileg bezártalak. Láttad, ahogy beraktam a hajót? Nem, de felvettem. Tehát majd vissza tudom nézni. Ja. Begomboltam a hajtón. 7 perc, 7 perc, 40 másodperce megy a felvétel. Na, akkor benn van. Uh-huh. Akkor megnézzük így egy kvantumot, hogy történik-e valami, hogy benn marad-e. Dedikált leszállója van, be is mondt lesz, és fixen itt áll. Mondjuk elvileg ezzel régen is lehetett szállítani. Ebben Merlint már egyszer azt nem raktunk. Na mindegy, elugrok ha. Mikor az ajtó az elég lapos. Ez szépen itt van. De viszont ezt nem értem, hogyha bár nem, kb. Ez is olyan 40-valány százalékig tölti fel. Ugyanúgy, mint a kater. A spoolingot tudod, hogy lassú. 80 százalék. Na most megyünk. Mennénk. Reszettelte. Várjál. Most előről. A calibration az már kész, 28%-on van a spooling. Sokkal lassabb. Mondjuk jó, ilyen nagy hajóknak lehet lassabb. Ez elfogadható. Nem ugrik. Várjál, akkor töllöm a clear lootot. Így, csak simán. Ez a másik módja az ugrásnak. Ha valóban nem bírsz elugrani, mert tőle ezért, akkor általában azt szoktam, hogy tőlöm az egészet, és akkor csak simán nyomok egy B-t, akkor előjön ugyanaz a célpont is. Meg minden más látok persze. Elvileg így már működnie kéne. Nem baszki. Na várja. Mindegy, akkor randomra nézek valamit, hát nem bírok elugrani, azt akarnám meg kipróbálni, hogy működik-e, benne marad-e, amikor ugrunk. Most ráfordultam egy tök randomra. Azt mondja, hogy ez sem komplett. Megy. Na, mi történt? Én itt maradtam az űrbe. Aha. De miért? Benne volt a hajó, vagy mi? Vagy a hajó testbe? Én totál benne voltam a hajóba. És mégis hát, kiestél? Azt mutatja, hogy csak 5000 kiló. Most. A crusaderre ugrottam csak. 5000-re vagy. 5000. Hát a crusaderre ugrottam. 17000-re volt, vagy valami ilyesmi. Hogy le?
Nekem azt mutatja, hogy 5000 méterre vagy. Kilométer, az Petikém, 4600 kilométerre vagy. 4600 kilométerre vagyok, nem 5000 méter. 4600, aha, de... Most ugrok vissza P.O.-ra. De a hajó, akkor csak vagy te maradtál, csak ott mi? Igen, a hajóval együtt. Ja, hogy a hajó is ott van. De az hogyan? Igen. Nem tudom. De fejed, nem kiszálltál a hajóból? Nem tudtam kiszállni. Ja, de hát ezt kérdeztem, amikor beszálltál a hajomból, hogy kibírtál belőle szállni? Nem bírtam kiszállni. Aha, ezt blokkolták. Akkor az egyértelmű, hogyha beviszünk egy hajót egy másik hajóba, blokkolva nem bír kiszállni. Ez ideig nem volt. Ide régen ki lehetett szállni. De a kvantum sem megy. Tehát, hogy itt hagyja. Aha, de abszolút más konténer vagy valami. Sérülés nem történik, nem történik. Ah, ott hagytalak. Csak... Nekem is csak megakadt a játék, és aztán elugrottam. Kicsit gondolkozott rajta, számolt a esélyeket. Mit lehetne csinálni. Jó, tehát akkor ez megvan oldva egyelőre, hogy ne tudjunk ilyet másik hajóba elvinni. Ezt valószínűleg kivették. Ugyanassan áll meg, bazd meg ez a izé. A Starfire lomhább, mint a kater. A hajtóműz teljesítmény 100-on van? Igen. Alig bírtam megfogni. Még mindig sodróra. Miért megyek ennyire durván elfele? Hát meg kvantumot ugrottál sebességbe, és akkor mindig nagyon durván sodródik. Na, megfogtam. Azt hittem beleszállok a PO-ba. Úgyhogy félig meddig működik ez a dokkolás, de csak le van tiltva. Le van tiltva, nem lehet kiszállni, hogyha beszállsz egy másik hajóba. Akkor tudsz kiszállni belőle, ha csak ilyen félig rakod le vagy, hogy tudod, akkor bírtam egyedül is kijönni. De hát így is úgyis ott hagyja a hajót. Igen. Melyik a medik itt, az a V? C. C? A mappen a C. A V-vel a töltényt váltott, hogy egyes lövés vagy sorozat lövés, B meg az oxigé. Jó, akkor ezeket kiskatujáztuk, ezek meg vannak oldva, hogy ne tudjuk így megcsinálni. Jó. Hiába rakjuk bele rendesen, akkor se engedi kiszállni a másik játékos. Ja, lerakom ide Petér nullásra, jó? Na, leraktam. Oké. Legalább az amúgy működik már, hogyha benn vagy a hajótestben, elmegyek valahova, akkor téged is elment velem együtt. Tehát nem csak a pilótát. Az legalább jó. És itt megint rossz. P.O.-n, hogyha itt vagyok a leszálló pályánál, nem működik. Viszont ha felszállunk a hajóval, ott ki tudom nyitni teljesen a hangár ajtódat, Peti. Katerom kutyának se kell, ott van kinyitva, azért látod, mi azóta is ott áll. Igen, azóta is ott áll. És most miért nem tűnik el? Az előbb meg eltűnt, nem? Mert akkor kiléptél. De tényleg kilogoltam azért. Viszont amikor visszalogoltam, az tényleg azt is kipróbáltuk, Peti. Ó, Peti verti, hogy kétszer kilogoltam a katerból, itt PO mellett 100 méterre, és simán a hajómmal visszarak. Tényleg? Aha. Kétszer egymás után. Bementem a vezető fülke alatti ágyba, ott kilogoltam. De lehet, hogy meg 100 méter sem. Én utoljára, amikor próbáltam még a PT útlemezt, az a live-ot, akkor az volt, hogy
visszaragadt engem is az ágyba, csak nem tudtam kiszállni, meg átestem a falon. Aha, na az most nem volt, tehát én nekem gyönyörűen visszajöttem, újra beszálltam a pilótafülkébe, vezettem a katert, és kétszer is kipróbáltam. Kilogoltam, belogoltam, mind a kétszer ment, és a hajó Peti végigben volt, nézte, egy olyan 5 perc múlva tűnt el kb. A kater, ahogy beléptem a belogot, megjelent a hajó, és én is. Az jól ment. Passzom. Jó lesz, ha ezek már így izélnek. Jaja. Úri gyorsan felemelkedett egy Origi. Vagy mi az, nem tudom kinézni, értelemben messzivel. Melyik a ballisztik izé? Képzeld, milyen kellemetlen, amikor van mondjuk egy, teszem azt valakinek, valami bázis, valami csapatnak, aki éppen minden résztvevője ki van lépve, és mondjuk él a szerver, vagy akármilyen védelem, tehát nem tud megtámadni a bázisát, ugye, mert nincs bent játékos, és oda vonulunk így 20 hajóval, és mind kilógolunk, majd napval, amikor ők is bent vannak, belógolunk, megjelenünk. Ja. Igen, mert milyen... Ez kellemetlen. Jó, jó. Milyen ballisztikot? Az S-71 a ballisztik izé? Ja, az új fegyver. Ja, ballisztik... Az nem ballisztikus. De melyik a ballisztikus sniper? Hát az a krom színű fegyver, az a... Mi a neve? De az a sniper. Az a sniper, az valahol... Az is Levskin van, nem? Várjál. Nem S-71? Nem, az S-71 az biztos nem az. Az más. Az itt van a hátam. Így van, az biztos, hogy nem az. Nekem olyanom, hogy Arrowhead Sniper Riflim, de az energia. Igen, azt tudom. Nem tudom, mondjuk... Sem biztos, hogy Levskin kapsz olyat. Elvileg Levskin kéne. Akkor se besz, hogyha feltöltöd, mert az is olyan, mint a Shotgun, hogy fel lehet tölteni. Tényleg? Igen. Minden energiát lehet tölteni. Kb. Jó. Akkor lehet az volt, vagy kétszer lőttem fejbe a barom arcot, és nem halt meg. Azt fel kell tölteni, nyomva tartod a bal klikket. Értem. Az más. Viszont annak a katernak semmi baja, én akkor lerakom azt, akkor elmentetem. Én meg abból ki is logolok. Sőt, lehet, tudod mit? Itt hagyom én is, azt én is kilogolok abból. Eddig volt a nyitott. Majd most ha beszámunk, akkor becsukjuk. De most ki van szellőztetve. Úgy. De hát nem is kell becsukni, hát innen kilógolunk a szenszont hallásra. Végül is. És itt is tudjuk. Ebben az ágyban még sose logoltam. Na jó. Jó éjszakát, gyerekek. Azt is kipróbáltuk, még a 3.6-ba, hogy ugye jodóval, meg nem is tudom, még talán veled kilogoltunk nálam a... Tudom, velem meg izével. Viszont ő... Nem voltam fönn a szerveren, ugye téged ugye PO-ra rakott, viszont amikor... Várjál, nem biztos. Infinity-t kaptam. Igen, és másodjára keltem Pion, tehát lehet, hogy ott keltem én is. Viszont feljött TD papa, és ő tényleg ott kelt az ágyadba. Arra emlékszem. Tudom, neki működött, viszont akkor már fenn voltál, és be voltál a hajóval logolva. Így van. Igen, tehát az lehet, hogy lényeges dolog, hogy a hajó tulajdonosnak ott kell lennie. És nem volt megbeszélve a dolog, én akkor logoltam be. Tudom, ő utána jött. Igen. Látom, hogy egyszer csak itt megjelent a hajóba. Vagy került ő ide. Ja. Na jó.